Arról szeretnék az elején beszélni, hogy miért is Illem Kalauz. Nyilvánvalóan sokan tudjátok, hogy nyelvész vagyok eredetileg, és a Budapesti Corvinus Egyetemen dolgozom, kommunikációs média tudománnyal foglalkozom. Hogy kerül a nyelvészethez a protokoll, az etikett, az illem, az udvariasság? Beszélgettünk a Halas médiás kollégákkal is, és nekik is ez volt a kérdésük, hogy egyáltalán hogy kerül egy nyelvész, nem a csizma az asztalra, de hogy kerül egy nyelvész a protokoll körébe. Nagyon régóta foglalkozom ezzel a témakörrel, mondhatom azt is, hogy gyerekkorom óta, és nézek itt a szüleimre, akiknek nagyon-nagyon hálás vagyok azért az indításért, amit tőlük kaptam ennek a témakörnek a kapcsán. Tanár úrral beszélgettünk itt a bemutató előtt, hogy miken is nőttem föl, milyen olvasmányokon, Ótli Károlynak az illemetikett protokollján, a Sille Istvánnak az illemkönyvén, és az utóbbi időben nagyon sokat tanulmányoztam a Görög Ibolya féle köteteket, diplomáciai, illetve hivatalos protokollal kapcsolatban. Ezek mind megvoltak az otthoni könyvtárunkban, úgyhogy ezért is hálás vagyok, és ezt is köszönöm. No de, hogy jön a nyelvészethez a protokoll kommunikáció? Rendszeresen megszoktam hirdetni a Budapesti Corvinus Egyetemen szabadon választható tárgyakat, ebből született a Bor kommunikáció kötet is, és arra gondoltam, hogy ne csak a mesterszakosoknak legyen valamilyen izgalmas témájuk, hanem az alapszakosaink, a kicsik is, idézőjelben természetesen, kapjanak valamilyen izgalmas tudnivalót, olyan útmutatót az élethez, amely egyébként a törzsanyagba, az egyetemi törzsanyagba nem fér bele, úgyhogy meghirdettem jó hosszú nevű protokoll kommunikáció nevű kurzust. Ez egy olyan hosszú név, amit nem lehetett a borítóra írni. Ugye azt mondják a marketingben, hogy 4 szótagosnál nem lehet hosszabb egy márka név, különben a fogyasztók nem tudják ezt megjegyezni. Van egy rövidített változata is a protokoll kommunikációnak, ez pedig a protkó, de azt hiszem, hogy ez olyan konnotációkat idéz föl, ami nem biztos, hogy egy könyvborítóra illeszkedik, úgyhogy ezért lett az Illem Kalauza címe. Tehát meghirdettem ezt a kurzust a hallgatóknak, és közben ért egy olyan örömteli változás az életemben, hogy tanszékvezetőnek neveztek ki, és nem vállalhattam annyi órát, mint a korábbiak során, úgyhogy ez az óra nem indult el. És hát arra gondoltam, hogy akkor, mivel rengeteget készültem erre az órára, digitális jegyzeteim halmozódtak fel a számítógépemen, valamit kezdjünk ezzel. És 2020. januárjában, amint kiderült, hogy nem lesz ez a kurzusom, egyébként jövőre lesz, arra gondoltam, hogy akkor ehhez készítek egy Facebook oldalt, kifejezetten a hallgatóimnak. Láthassák, megkaphassák ezeket rövid formában, ezeket az üzeneteket, tanácsokat, és közzétettem ezeket a tartalmakat. Minden nap egy rövid tanácsot. Egy mondat, két mondat, röviden, könnyen befogadhatóan, picike magyarázattal. Ehhez indult egy Facebook oldal, aztán utána, hogy egy kicsit még fiatalosítsunk a dolgon, egy Instagram oldalt is indítottam hozzá, és villámgyorsan nagyon sokan elkezdték ezeket az oldalakat követni. Őszintén bevallom, még engem is meglepett az érdeklődés, az illem, az udvariasság, a viselkedés kultúra iránt, ami a közösségi média felületein így megjelent. Olyannyira meglepett ez az érdeklődés, hogy nem számítottam arra, hogy nagyjából másfél évvel később 2500 Facebook követője és 5300-nál is több Instagram követője lesz ennek az oldalnak. Tényleg meglepett, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez így alakult. De hát ez megmaradhatott volna egy Facebook oldalnak, meg egy Instagram oldalnak, miért beszélünk itt erről a szép sárga könyvről. Hát azért beszélünk erről a sárga könyvről, mert az 500. poszttáján, ez azt jelenti, hogy 365 poszt per évvel számolva, már közel a 1,5 évhez, vagy 1,5 évhez, annyi anyagom összegyűlt, hogy úgy nézett ki, hogy ebből egy kötet is összeállhat. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy van-e valamiféle rendszer a napról napra közzétett posztokban, és úgy tűnt, hogy igen, van benne valamiféle rendszer, és ez akár könyvformájában is izgalmas lehet. Ezzel az ötlettel megkerestem a Libri könyvkiadót, és megkerestem Cikkely Pannit. Biztos vagy bízom benne, hogy sokaknak ismerős Cikkely Panninak a neve, ő is a Bibó gimnáziumba járt, akárcsak én, csak jó néhány évvel később.
kiskumajsai származású, Kiskohalason iskolába járt grafikusról van szó, és annyira különleges stílusa van Panninak, egy nagyon nőies, nagyon finom, nagyon izgalmas, kicsit játékos, a vizuális humort, tehát a képi humort nagyon-nagyon jól tudja alkalmazni, és azt gondoltam, hogy az ő stílusa kiválóan illeszkedhet ehhez a kötethez, és Cikkely Pannival együtt mentem el a Libri kiadóhoz, hogy vajon támogatják-e ennek a kötetnek a kiadását, és mutattam egy mintát a könyvből, és az első reakció volt, az volt, hogy ide vele. Úgyhogy így született a kötet. Mit is tartalmaz ez a könyv? 10 fejezetre osztottam fel a tartalmakat. Egyrészt az alapvetésekből indulunk ki, hogyan viselkedjünk másokkal, mire figyeljünk oda, mit jelent a figyelmesség, mit jelent például a gondozottság. Aztán a társas viszonyokról van szó, a következő lépcső az ápoltságot jelenti, mire érdemes odafigyelni, hogyha a közösségbe megyünk, és itt természetesen nem csak a higiéniára gondolok, öltözék, ezt a hallgatóim nagyon szeretik, amikor a dress code-ról beszélünk, milyen környezetbe, milyen ruhát érdemes fölvenni, milyen egy báli ruha, milyen részei vannak, de hát ennél azért hétköznapi helyzetek is előfordulnak itt. Aztán az utazás a következő témakör, alkalmak és étkezés, milyen események vannak a büfévacsorától kezdve az állófogadáson keresztül az ünnepélyes vacsoráig, hogyan rendezzük el az evőeszközöket, hogyan rendezzük el a poharakat, gyönyörű szép illusztrációkat lehet ezzel kapcsolatban találni a könyvben. Fontos téma a telefon. Mikor használjuk a telefonunkat, és mikor tegyük el, mikor beszéljünk hangosan a telefonon, és mikor ügyeljünk arra, hogy ezeket kerüljük el az ilyen szituációkat, illetve a netiket. A netiket pedig az internetes viselkedést jelenti, online közegben mire érdemes figyelni, hogyan posztoljunk, van egy kedvenc tanácsom ezzel kapcsolatban, hogyha a közösségi médiába posztolunk valamilyen képet, vagy bármilyen tartalmat, akkor egyrészt gondoljunk arra, hogy a nagymamánk mit szólna hozzá, illetve 30 évvel később a gyerekünk mit szól majd hozzá, vagy mit szólna majd ahhoz a tartalomhoz. És hogyha már ezt megfontoljuk posztolás előtt, akkor nagy valószínűség szerint nem lesz átgondolatlan az a tartalom megosztás, amellyel élünk. Netiket, munka, mire érdemes ügyelni a munkahelyen, például állásinterjúval kapcsolatos tanácsok is vannak. János, ez nem lesz túl izgalmas, viszont az, hogy mit várhatsz el a jelentkezőktől, ez talán már érdekesebb lehet. A szabadidő, illetve ajándékkal és virággal zártuk ezt a kötetet, így néz ki.